Tele a pálya az egyetemi csarnokban, ezúttal azonban nem csak profi kosárlabdázók pattogtattak, hanem több tucatnyi idős ember is. A 60-on túliak a győri női és férfi gárdák játékosaival közösen melegítettek be. A kézilabda és a torna után most a kosárlabdával ismerkedtek a szépkorúak, akik már a 2017-es EUF-ra hangolódva mozognak jóval többet, mint korábban. Nagyon jó példát mutat számukra, és az a néhány perc, amiben megpróbálják azokat a mozdulatokat, amiket itt látnak az edzéseken, például legutóbb a tornánál tapasztaltuk azt, hogy fiatalkorukban aktív tornászok újra oda mentek a gyűrűhöz, és rácsodálkoztak, hogy ezt még mindig meg tudom csinálni. Igen, ez nagyon pozitív hatással van, és megerősít őket abban, hogy igen, én még értékes vagyok, nekem még van ehhez erőm, nekem ezt még szabad, és kell is csinálnom. A város is büszke sportos időseire, az önkormányzat számára fontos, hogy a legaktívabb kor után is egészségesen éljenek az idős klubok tagjai, ezért támogatják szívesen az ESI sportos programjait. Ugye sportos városban ez nagyon fontos, hogy a sportolás, a mozgás ne csak a fiatalok, a fiatalabb generáció tekintetében legyen fontos, hanem az idősekre is figyeljünk ilyen tekintetben, hiszen a sport és a mozgás az a mindennapunk része, és egyúttal az egészségünk része. Ha sportolunk, akkor egészségesebben is élünk egyúttal. A kíváncsi és igen aktív idősek nagy része a korábbi helyszíneken is kipróbált már egy-egy EUF sportágat. A résztvevők szívesen mozdulnak ki és frissítik fel testüket egy kis mozgással, ami jó hatással van a közérzetükre. Nekünk ez a mozgás nagyon jó, én nekem szintén nagyon jó, mivel hogy engem műtöttek gerincsérrel, és több mozgást kell nekem ezzel a derékkal mozogni, meg hát a test mozogjon többet, hogy az izmok ellazuljanak. Profik és amatőrök, fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat a sportos kiruccanáson. A legnagyobb kosaras sztárok is együtt örültek a szépkorúakkal, ha egy-egy jó kísérlet a gyűrűben landolt, de azzal sem volt gond, ha leperdült az ittszer. Ezúttal tényleg nem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos.